Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Mégsem született döntés a hagymatikum és az uszoda kapcsán. Egy éve a Makó környéki emberek szolgálatában. Csúfos vereség az MB3-ban. Tovább gyűrűzik a hagymatikum fejlesztése és a tervezett uszoda megépítésének ügye. Bár a képviselők többsége szerette volna, végül mégis úgy egyeztek meg, még nem hoznak döntést. A tegnapi testületi ülésen az ellenzék részéről több anyagi jellegű kérdés is felmerült, így a szintén jelenlévő Lázár János országgyűlési képviselő javaslatára részletes beszámolót kérnek a Makona irodától az uszoda tervei kapcsán, és azt is megvizsgálják, a jelenlegi tanúszodát át lehetne alakítani. Farkas Éva Erzsébet a testületi ülésen ismertette, 2010-ben kezdték meg a hagymatikum megépítését. A városnak erre 1,5 milliárd forintja volt, a fennmaradó költségeket pedig hitelből fedezte az akkori városvezetés. A magyar kormány 2014-ben több mint 5 milliárd forintos adósságot vállalt át a várostól, mely adósság jó része a fürdőberuházás fedezte, mint említettük a korábbi rendkívüli testületi ülés keretében, a hiteltörlesztésére, illetve a fürdő üzemeltetésére vonatkozóan kaptuk meg az adósságkonszolidációt, amely város költségvetésére nagy terhet rótt volna. A polgármester mindemellett hangsúlyozta, a fürdő befejezetlen maradt, így a jelenlegi városvezetés szorgalmazta a fejlesztését. Ebben a testület ellenzéki képviselői is egyetértettek. Vita a Makona iroda által tervezett uszoda kapcsán alakult ki. Marosvári Attila alapvetően támogatja a kezdeményezést, de egyrészt túl drágának, másrészt túl nagynak ítélte meg a komplexumot, és az üzemeltetése kapcsán is kétségek merültek fel benne. Zeitler Ádám jobbikos képviselő is hasonló álláspontot képviselt. Török Miklós a DK képviselője szerint a Makovec épületek szépek ugyan, de fenntarthatatlanok. A jelenlegi uszoda is kiszolgálja az úszósportot, így nincs újabb uszodára szükség. Lázár János országgyűlési képviselő erre reagálva hangsúlyozta, méltánytalan, ha valaki ebből a kérdésből politikát csinál. Emlékeztette az ellenzéki képviselőket, hogy a baloldali városvezetés hívta Makovec Imrét Makóra, és ha a többségében Fidesz-KDNP által vezetett kormány nem vállalja át a település adósságát, az csődbe megy. A hagymatikum veszteséges, ezért van szükség a fejlesztésére. Egy uszodát pedig megérdemelnek a sportolni vágyók és a gyermekek, és szerinte a jelenlegi számok azt mutatják, hogy a város 1,8 milliárd forintos költségvetése elbírná évente az uszoda 200 millió forintos üzemeltetését, különösen állami segítség mellett. A kormány kész támogatni, én beszéltem külön miniszterelnök úrral erről, kész támogatni mind a két variációt, azt is, hogyha csak a fürdőt bővítik, azt is, hogyha uszodát építenek, és készek vagyunk a fönntartási költségekhez is a járási központ jelleg miatt hozzájárulni. Ha ahhoz volt bátorság, hogy 5,6 milliárdot úgy költsenek el, hogy 1,5 milliárdjuk van, szerintem ahhoz is legyen bátorság, hogy úgy költenek el 8 milliárdot, hogy 8 milliárdjuk van, és utána évi 50-100 millió forintos kockázatot egy 1,8 milliárdos adóbevételnél vállaljanak be. Mert abban nagy igazság van, hogy ha nem ebbe az irányba megy el Makóvárosa, akkor mi az, ami vonzóvá teszi Makót, akár az itt élők számára, akár az ide látogatók számára. Tehát minden településnek és minden városnak azon kell dolgoznia, hogy minél vonzóbb legyen az itt élő közösség számára. Én ehhez tudok együttműködést ajánlani. A testületi ülésen Farkas Éva Erzsébet a konzultáció eredményét is ismertette. Ebből kiderült, a lakosok többsége szeretné, ha megvalósulna a hagymatikum fejlesztése, és az uszoda megépítését is támogatják. Csak úgy, mint a képviselők többsége. A felmerült bizonytalanságok és kérdőjelek miatt azonban Lázár János országgyűlési képviselő azt javasolta, kérjenek részletes beszámolót a Makona irodától az uszoda terveinek költsége kapcsán, miért kerül annyiba, amennyibe a beruházás, valamint vizsgálják meg, hogy a jelenlegi tanúszoda esetleg átalakítható lenne. A testület végül elfogadta a javaslatot, ennek értelmében október 15-ét követően újra tárgyalják az ügyet. Közmeghallgatást tartott kedden a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Királyhegyesi utcában. A résztvevőket saját problémáik mellett leginkább a Honvéd városrész rehabilitációs programja érdekelte.
Minden évben tartanak közmeghallgatást a makói roma nemzetiségi önkormányzatnál, ahol ezzel egybekötött képviselőtestületi ülésre is sor kerül, melyen 5 napi rendi pontot tárgyaltak most. Az Egyesített Népjóléti Intézmény Királyhegyesi utcai idősek klubjában szó esett többek között a Honvéd városrész fejlesztését célzó programról, és arról, hogy hogyan tud ebben a nemzetiségi önkormányzat segíteni. Hát nagyon örülök annak, hogy erről már nem múlt időben tudunk beszélni, hanem már is bekapcsolódtunk a munkába, ugyanis a terepen dolgozó szociális munkások, akik már arra vannak fölvéve és alkalmazva, hogy a Honvéd programban a családokat járják, beszélgessenek velük, összeírják azokat az igényeket, lehetőségeket, amikre szükség van, ebben a munkában már a Nemzetiségi Önkormányzat emberei is becsatlakoztak. A közmeghallgatás nyilvános volt, bárki feltehette kérdéseit a város, illetve a kisebbségi önkormányzat felé. Többen érkeztek személyes panaszokkal, melyek leginkább a lakhatás és megélhetés témaköréhez kapcsolódtak. Kérdések hangzottak el többek között a közfoglalkoztatási programmal, valamint a csatornázással kapcsolatosan is, melyekre az illetékes személyektől kaptak választ az érdeklődők. A makói Sorsokháza Szociális Intézmény nemrégiben ünnepelte fennállásának egyéves évfordulóját. Ezen alkalomból a létesítmény munkatársai egy kis ünnepéllyel kedveskedtek a közösség tagjainak, ahol rövid műsorral, versmondással és történetek mesélésével töltötték az időt. Minden ember kerülhet olyan helyzetbe élete során, amikor külső segítségre, esetleg terápiára van szüksége. A Sorsokháza Szociális Intézmény hálózat az ilyen sorsa jutott embereken hivatott segíteni. A szervezet 2 éve alakult, ám először csak Bács-Kiskun megyében volt jelen 4 településen. Makói létesítményüket 2016. szeptemberében hozták létre, és azóta töretlenül azon dolgoznak, hogy az arra rászoruló egyéneknek biztos kezet nyújtsanak, olyan környezetet és közösséget biztosítsanak számukra, ahol biztonságban és fontosnak érezhetik magukat. Hosszas előkészítő munka folyt, egyrészt szakmailag, mint a munkatársak megkeresésében, a szakmai csapat felépítésében, az ő kiképzésükben. Még azt megelőzően pedig hetek, hónapok teltek el azzal, hogy a megfelelő intézményt, a megfelelő telephelyet megtaláljuk erre a funkcióra. Egyrészt ami méretében, helyiségelosztásában és minden szempontból a település lakosságának, illetve ennek a célcsoportnak is megfelelő, illetve elérhető. A szervezet segít az arra rászorulóknak a mindennapi problémák megoldásában és a feladatok elvégzésében. Többek között mosási, tisztálkodási lehetőséget biztosítanak, étel- és ruhaadományokkal látják el azokat, akik ezt igénylik, és a különböző ügyintézések lebonyolításában is segítkeznek. A fizikai támogatás mellett természetesen a mentális egészség is fontos szempont, az intézmény működésének egyik alapvető pillére a közösségi élmény. A közösség erejére építünk, arra, hogy igen, nagyon sok esetben stigma van ezeken az embereken, akár pszichiátriai betegségükből, akár szenvedélybetegségükből adódóan, mégis van egy olyan hely, ahol közösségbe lehetnek, hiszen itt úgy fogadjuk el őket, és úgy szeretjük őket, ahogy vannak. Emellett számos külső kulturális programot is szerveznek a közösség tagjainak, akiknek más módon talán nem lenne lehetőségük eljutni ilyen eseményekre. A tevékenységeken résztvevők mind pozitív élményekkel töltődnek fel, fontos és hasznos részét képzik a csoportnak. Beszélgetünk, tévét nézünk, elfoglalunk magunkat, sosé szeretünk itt a társaságban lenni. Sosé vagyunk így, meg vagyunk a gondok nőve is, szeretem mindenki, becsülünk meg, ezért örülünk, hogy ilyennel vagyunk foglalkozni. A Sorsokháza tehát társadalmilag nagyon fontos tevékenységet folytat, felemeli azokat a szociális és mentális problémával küszködő embertársainkat, akiknek odafigyelésre és gondoskodásra van szükségük. A kínai Nagyfalon sétált nemrégiben a Maros Tánc Együttes néhány tagja. Sanszi tartomány Jülin városában magyar delegációként vettek részt a makóiak az örökre szóló élményekben. A Maros Tánc Együttes a Csongrád megyei közgyűlés által járt Kínában, ugyanis a közelmúltban kötött testvérvárosi szerződést egymással Mórahalom és Jülin városa. Így Magyarország egyik tradícióját, a néptáncot a makóiak képviselték, de mellettük volt Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa is, aki az étkezési hagyományainkat mutatta be a vendéglátóknak.
A magyar delegáció 11 napot töltött a Népköztársaságban, ahová színes produkciókkal készültek. Színen kívül még két városba látogattunk el, Weinamba és Julinbe. Weinamba 2, Julinbe pedig 3 fellépésünk volt, és 7 táncot vittünk ki. A munka mellett természetesen a szórakozásra is jutott idő. Többek között megnézték az agyaghadsereget, sétáltak a kínai nagyfalon, gyógyszergyárban jártak, sőt még egy maratoni futóversenyen is részt vettek. A legérdekesebb számukra a kultúra volt. A régi hagyományokat nagyon tartják, tehát például mesélte nekünk a tolmácsunk, hogy ugye angolul kommunikáltunk, ő mesélte, hogy házasság előtt nincsen gyerek. És abban az esetben, hogy akár egy férfinek és akár egy nőnek házasság előtt gyermeke születik, akkor azt nem tolerálják a szülők. És ebből igen nagy konfliktusok származhatnak. A táncosok elmondták, amit tudtak, mindent megnéztek, és számos jellegzetes helyétet kipróbáltak, melyeket pácikával ettek. Az utazásról és az élményekről ma esti társalgókban bővebben is beszámolnak a Maros Tánc Együttes tagjai. Sokan állítják magukról, hogy nem a konyha nagymesterei. Egy hét részből álló gasztronómiai magazinban azonban mi megmutatjuk, hogy jó alapanyagokból, kellő felszereléssel bárki gyors, finom és akár különleges ételeket is készíthet. Ehhez a Walker Kft. Kültéri kemencéit és néhány mesterséfet is segítségül hívtunk. Nyáron már 15. alkalommal rendezte meg a Walker Kft. Hagymás Grill Fesztiválját, melyre idén zsűrielnöknek Lukács Istvánt hívták meg, aki pályafutása során 5-ször szerzett aranyérmet a Szakács Olimpián, és 3-szor nyerte el a nemzetközi gasztronómia egyik legfontosabb kitüntetését, a Szakács Oszkár díjat. A makói rendezvényen annyira ízlettek neki a kemencében sült ételek, hogy már akkor az járt a fejében, a látottakon kívül, mi mindent lehet még elkészíteni ezekben. Ez a gondolat találkozott a cég ügyvezető igazgatójáéval, aki meghívta őt újra, hogy szakácstársaival megmutathassák főzőtudományukat. A kemence lehetőség adott, ezt próbáltuk kihasználni olyan szinten, hogy tudják ezt a háztartásba, illetve hát a magánfőző emberek, hobbi főző emberek is egyáltalán hogy tudják kipróbálni. Én úgy vettem észre, hogy a kemence mindenre alkalmas, és készítettünk rajta eredeti kolorrai töltött káposztát, készítettünk batyányi töltött fácánt, készítettünk makói töltött hagymát, készítettünk szentgyörgyi töltött paprikát, ami a jellegű, készítettünk eredeti makói tarhonyás kacsát, úgyhogy széles a választék, sőt, készítettünk mandulával is, és fokhagymával tűzdelt malasszombot, mangalica malasszombot, úgyhogy óriási a választék. Stábunk kamerákkal követte nyomon az előkészületektől kezdve a tálalásig az ínyentségeket, melyek megalkotásában a mester mellett még 9 szakács segédkezett, akik az ország különböző részeiből érkeztek a Marosparti Flórián vendégházba. Tóth István a kétnapos forgatás után azt mondta, maga is meglepődött azon, hogy hányféle étel elkészítésére alkalmas az általuk gyártott kültéri kemence. Először úgy volt, hogy egy-két fajta ételt készített, és utána elkezdte sorolni az ötleteket, és olyan sok ötletet felsorolt, hogy nem tudtuk kiválasztani, melyiket hagyja ki. Végül vagy 20 fajta ételt készített, és hát úgy gondolom, ez egy olyan élmény legalábbis nekem számomra, de úgy gondolom, aki itt volt mindenkinek, hogy nagy élmény számára, hogy egy 3-szoros Oscar-díjas olimpiai bajnok séf ételét nem minden nap kóstolja, elég ritkán jut ilyen lehetőség, és ez nekem nagyon tetszett ez a mai nap. A gasztronómiai különlegességeket recepttel és az elkészítés módjával együtt október közepén induló magazinunkban önök elé tálaljuk egy hétrészes főzőműsor keretében. Hazai pályán sem termett pont a makói FC-nek, amely ezzel 7 fordulót követően még nyeretlen az NB3-ban. A jelenlegi tabella második helyén álló Tisza Kécskétől 3-0-ás vereséget szenvedett a Marosparti gárda. Szombaton a makóiak egy sokkal erősebb csapat ellen léptek pályára az Erdélyi Ferenc téri sportpályán. Bár a sípszót követően a hazaiak előtt adódott egy lehetőség, a kiagyott helyzet megtorolta magát, és a 12. percben a Tisza Kécske jutott vezetéshez. A Maros mentiek kezdtek felébredni, és több próbálkozásuk is akadt, azonban helyzeteiket nem tudták befejezni. A 38. percben az ellenfél ismét egy szögletrúgásból fejelt gólt, így 2-0-ás vendégsikerrel fordultak a csapatok.
A második félidőben sem változott érdemben a játék, a Tisza Kécske nem tudott kidolgozni kimondott helyzeteket, a makkóiak pedig nem éltek az előttük álló lehetőségekkel. A játék többnyire a középpályán zajlott, úgy tűnt több gól már nem fog születni. A 75. percben ismételten szögletet ítélt a bíró a vendégeknek, akik a védői hibákat kihasználva megint góllal fejezték be a pontrúgást. Tehát a végeredmény M-foci Kft. Tisza Kécske 0-3. Gyémesék most szombaton a Rákosmente csapatánál próbálnak majd szerencsét. Végezetül egy felhívás. Szeptember 29-én, azaz a holnapi napon Lázár János országgyűlési képviselő 13 órától fogadóórát tart Makón a polgármesteri hivatalban lévő irodájában. Ugyanezen a napon Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel és a települési képviselőkkel közösen lakossági fórumra várják az érdeklődőket. Az esemény a Korona szálló földszinti termében kerül majd megrendezésre 17 órai kezdettel. Most pedig lássuk legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Mégsem született döntés a hagymatikum és az uszoda kapcsán. Egy éve a Makó környéki emberek szolgálatában. Csúfos vereség az MB3-ban. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 17 perckor a Társalgó című színes, kulturális magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 55 perces kezdettel a Publikum című kulturális magazint tekinthetik meg. Majd 19 óra 25 perctől a 27. Hagymafesztivál pillanatait elevenítjük fel. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk újból friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!